Sziasztok, én Kraken vagyok, és újra Los Santosban vagyunk. Mint ahogy a legutóbbi videó végén mondtam, az a kocsi tökéletes lesz. Most Lesterhez tartunk, ugyanis az FIB-s barátaink üzentek nekünk, hogy találkozni akarnak velünk, mert valami munkájuk van, vagy hasonló számunkra. Úgyhogy most el kell menni Lesterhez, illetve kaptunk egy Solomonos küldetést, ami ugye a filmstúdiónál van. Az pedig egy kicsit másabb hangvételű lesz szerintem, úgyhogy azt inkább a Lesteres utánra adjuk. És itt valakinek valami jobb motorja? Veszem. De mire kitöröm ezt a tetves ablakot. Jó, azért útközben megpróbálok valami normálisabb autót keresni, mint ez, mert ezt egyébként úgy nem nagyon szeretem. Jó, azt hiszem sikerült szereznem egy jobbat. Mehetünk is. Jaj, nem, megint körözés. Miért? Pedig csak egyszer lőttem bele. Na jó van. Lassan úgyis ott vagyunk Lesternél, csak az a baj itt a környéken. Igazából van egy rendőrség pár száz méterrel arrébb. Nézzük. Mi is a helyzet? What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Berendezkedett végül is, mint hogyha tényleg csinálnák valamit. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief. So? So, there's some evidence, and I need you guys to find out what. All right, so what? Nem teljesen értem, de valami van valami belsős dolog, ami miatt kiderítenék, hogy mi is folyik itt, ami you'd be doing me a very big favor. And if you do, ami számukra azt jelenti, hogy börtönbe mennek, számunkra meg az, hogy kinyírnak. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Jó. Szóval valami iratot, vagy mit kell elhozzunk. Most pedig megígértettük, hogy ez az utolsó munka, amit megcsinálunk nekik, és utána végeztünk. Tehát utána nem tartozunk nekik semmivel. Közben pedig ide került a kocsim. Take us to the FIB building, parking lot entrance. Jó, most elmegyünk az FIB cégházhoz, és kiderítjük, hogy hogyan lehetne ezt intézni. No, we're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right.
Now how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Szóval elmegyünk oda, megvárunk egy takarítót, aki kijön, és utána követjük, és végülis az ő beléptetőjével megyünk majd be. Nem ártana néha figyelnem is, hogy merre megyek, ugye? Szóval... Here we are. Let's wait for him. Ez a gagyin van megcsinálva. Érződik, hogy még abból az időből van, amikor nem volt a játékban a FPS. This is not the car we're looking for. Ez nem az. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Lester meg úgy gondolja, hogy ha megcsináljuk ezt a munkát még, vagy kinyírnak minket, vagy pedig csináltatják velünk tovább. Not our guy. So what do we do? What can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Szóval Lester szerint pedig mindent le kéne törölni, és akkor semmi bizonyíték nem lenne. Ooh, what's this? Huh? Nope. Nem. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Here we go. That's not it. Mindig nem. Sokáig tart ez a várakozás. Na, talán ez. That's the one. You know the drill. Király, ez az. Most pedig követjük őt. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Huh, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Jó, nos, egyelőre úgy néz ki, hogy követjük, aztán majd elveszük a felszerelését, beléptetőit, stb. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. Akkor már nem is igazán mehetnénk egyébként. Expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Jó van, éppen lassan csak oda tötyögünk végre, valahára. Ugye meg Lester még közben azt mondta, hogy nem lesz elég ez, hogy van egy felszerelésünk, kell lenni fog valami más is még. Mert ez így egyáltalán nem elég, ez csak arra elég, hogy bejussunk az épületbe. Nem értem, miért megy lassabban a követendő autó, mint bárki más a városban. He's pulling up. Park down the block. Jó. Még ide leparkolunk. Hello. Biztos, hogy megérkezett. Cable connection coming along. Fine, fine.
sorry, look, I'm busy. Only when she needs something. Jesus. Ó, nos... mondjuk úgy, hogy ajánlatot teszünk neki. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. I'll take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Hmm. Könnyen ment a dolog. Lóval menjünk gyorsan vissza. Successful? Oh yeah. Take me back to the factory. Ó, és most szépen visszamegyünk akkor a Lester helyéhez. That was easy. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is L.S. Bay, so I thought Frank could tail him, take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah. If I'm gonna find a way to buy. Kicsit túl bonyolítják egyébként a dolgot, mert átvizsgálnak minden fájt, hogy mi van vele, van-e mentésük, van-e másolatuk, stb. Itt a Franklin. Ő fog benne segíteni. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor. Or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. A fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. We need to find out something about this. Nagyjából már elő van készítve ott a cucc egyébként fönn. Táblán. Igen, janitor ID. Ki van írva. Mi is szereztük. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. The architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and he kell a tervrajz az épülethez. De ez nincs semmilyen fájlként fent az interneten, meg sehol máshol. Úgyhogy papírként, papír alapút kell találjunk valahonnan. Jó van. Ó, nem is ezzel megyünk. Menjünk inkább ezzel a motorral. Jobb szeretem. Jó, és akkor elmegyünk Michael házához. És akkor ott készítünk elő, azt hiszem, következő lépést. Vagy legalábbis gondolom, hogy most oda megyünk. És akkor a Lester szól, hogy mit kell csináljunk. De hogy ugye... Majd, hogy nem mindent ő tervel ki. Most pedig ugye egy ideig a Trevor még nem lesz a képben. Ó! Mivel hogy... egyelőre szerintem most se tudja jön a Michael-el, másrészt pedig... még nem hiszem, hogy... képesek lennének együtt dolgozni. Úgyhogy... nem valószínű, hogy ők most...
egy küldetésen belül lesznek ideig. Legalábbis én erre gondolok. És nézzük meg akkor, hogy itt... Jaj! Baszki. Egyébként azt megcsinálták volna, hogy ilyenkor kiszállnak kocsiból. Ha más nem, legalább akkor kiszállnak és ott állnak a kocsi mellett, vagy valami. Valami történjen azért. Igen. Ilyen lazán leszálltunk megállás után. Hú, maradt még piád? Amúgy elég nehéz megcsinálni azt, hogy az ilyen folyadékok viszonylag normálisan mozogjanak, de GTA-ban elég jól megcsinálták szerencsére. Na, itt van Jimmy. Hey, I'm sorry I spiked you, okay? I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now, and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just, well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. Huh. You know what? Jól elküldt a picsába. It might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? Duh. I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off-topic can you buy me a car. I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now. Szkérő, hogy vegyünk neki egy kocsit. Get a job. Cause I don't have the money to buy you a car. Nem abban az értelemben, hogy szeretni fog vagy nem fog utálni, hanem abban az értelemben, hogy keres valami munkát meg állatvezéssel. Meg hogy elbasztuk az életét, és tegyük valamennyien szinte jóvá. She's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. Right, all right, all right! I can take a fucking hint. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Egyre jobb. A család már így is. Mom said she was at Bean Machine. Elég érdekes. Megyünk a motorra, vagy mi? És tényleg fölül. Valami több személyes tucot kéne találjunk, mert az a gond, hogy erre járva férünk rá ketten, az így nem elég. It's anyone's guess. There they are, outside. Come on, let's say hi. Let's walk up and be civil. No caffeine. Come on. Your curling has been sluggish for weeks. Opa. Excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, woman. Hey, Amanda. Hey, Yoga. Michael. Tanar. Hey, Mom. Hi, Jimmy. These two. A picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. Ha választhatnék egy karaktert, akit lelőhetnék,
Tudja, hogy ez a jó tanár lenne. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some... Jó. Jól elintéztük. There's a lot more where that came from, Holmes. Is he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. Két legyet egy csapás, szó szerint. What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor. De most itt Jimmy megpróbálja helyrehozni a dolgokat nekünk. Ez egy családi vonás, és szarrá verünk mindenkit. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. Jó. All right, you. Elmegyünk a... Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. Yoga. Yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Oh. Come on. I want one too. Later. Jó van. Most Tracy's meant to be at the tattoo parlor. Pszichiáterhez fogunk menni. I'm out for Jimmy. Tracy's getting another tattoo. No, oh. Most elmegyünk Tracyhez, felvesszük, és akkor utána megyünk. What's he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on fame and shame after you and Uncle T cut her. Nem lenne rossz egy négy személyes autó. Maybe we oughta. Hey, let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay. Ez. I mean with me and your mom. Ó, és nyitva is van. I think it's an important first step in like. Érdekes egyébként, hogy mi ez? Helmet. Bukósisakban ültünk be a kocsiba. Ja, látjátok. Érdekes. Nem gyakori az ilyen. Elvileg valahol itt van Tracy. Itt careful, nem az én kocsim lesz a rom, hogy van vele. Nem, valahol itt van a Tracy. Aha, szóval te továltod. Jó. Ah, pedig olyan jó volt az a bukós isok. Capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes, even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So you'll let me on the show if I blow you? Yes, and if you could wear some black lipstick, the little girl loves the goth vibe. Oh, let's think of them 40 tonight. Oh, Laszlo. Dude, that was entirely out of context, bro. Jim. You find the Inkslinger, sit on him. Laszlo here is gonna have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, 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 whoa. Stay put, you lame ass Mark. Sure, kid. What? Just not my junk, okay? I'm already scarred down there. Én az orra. A pouty fucking hipster. Well, COVID. How does it look? I mean, be honest. Bro. Azaz. I'm gonna fucking tent over here, you fucking psycho! Shut up, you. Ow! Oh, that looks pretty. Here, let's get rid of this. Oh, God! Papa Bear! What's Daddy number two gonna think about this? Let's not get him involved. Hell, let's shake me nipple. If I knew I was getting this much work done, I would have brought a camera crew. Hátára. Tetoválunk. A jogánál megszokott mozdulatokkal. There we go. Oh, that's nice. You got like a camera phone or a mirror? Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you upside the head with it. Fuck this. Snip, snip. Oh, this is a real one-stop shop. What are you doing? Jó. Azt hiszem elintéztük. No, that's my
stitch or my ponytail. Now I gotta get extensions. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little clown. Ez a csáv annyit pofázik a végén, még a fülét le is vágjuk. Zollóval. Ezzel láttam. Jézusom. Alright, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll like call you or something, okay? Bye. A family that needs therapy. My ponytail. How do I look? It's not good, is it? Who knew you could use a tattoo gun? Igen, tényleg egy olyan család, aminek kell a terápia. Inking your name on your Sully's ass. Ew, are you serious? Come on! No! Jaj, Jézusom. Not to be difficult, but your therapist hasn't exactly been transformational for mental health. Talán még jobb, mint amit a Trevor csinált vele. Mint amikor lehúzott a drága lottánt, volt a csávó. És fölvett a telefonnal. Literally, like Fabian, around the head with a laptop? Oh yeah, like pow! Our old man released the dude's inner tranquility over the beam machine battery. Na, kevesebb fánkot enne az a nő, akkor legközelebb nem mennék neki. Ilyen könnyen. Ja, egyébként azért vezetek így, mert most hát lássuk be, nem az én autóm, pont nem érdekel, hogy összetöröm. Meg nem is egy olyan hűdejű autó. Szóval nincs is miért vigyáznom rá. Egyébként arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy most vége lesz a küldetésnek, vagy vissza kell még őket vinni, vagy ilyesmi, de... Lehet, hogy ez a... Lehet, hogy ez a küldetés inkább... Ez a videó lehet, hogy inkább hosszabb lesz az átlagnál. Michael, kids, let's go inside. Okay. Ja, és akkor most be kéne menni. Lehet, hogy ezt skippelni fogom viszont. Amanda! Hello! Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. Jó. It's beneath you. Skip, nem igazán érdekel. $4000, azt a büdös. Mármint, hogy úgy értem, hogy... ja, tökre megérte. 4 kilót ott hagyni. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just az a vicc egyébként, hogy a Jimmy hülye. Lehet, hogy a Jimmy hülye. Viszont a Tracy, ez még hülyébb. De nagyon, nagyon-nagyon durván lejjebb van. Mint a Jimmy szintje. Ráadásul elég naív is. Szóval vele van a legtöbb probléma, szerintem. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach. No. The juice guy, or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus. Most körülbelül. On Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. 15 embert felsoroltak, aki béna Michael feleségének. Aj. There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? De, kérdeztek a Trevor is, jön a következő ilyen kezelésre. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Ha, halott testeket vagy olcsó ribancokat, vagy Trevor találják, akkor elköltöznek a hotelba. Van egy olyan sejtésem, hogy ja, Trevor.
Na, itt vannak hullák rendesen. Azt a rohadt. Motorosok? Ja. Lost MC-sek. Hát... Na jó, nem tetszik nekem. Egyre távolodik. Kérdés egyébként, hogy van egyáltalán küldetésünk a Trevorra. Nincs. Akkor visszaváltok a Michaelre, mert hogy... Mi a francér? Lennénk Trevorra, úgyhogy tudunk vele semmit csinálni. Did you just gas on me? Gross! Strokes, hemorrhoids. Yeah, that's true. Jó, Szolomonos küldjön. Az mi? Az egy repülő? Az egy repülő? Jaff. Megpróbálok gyorsan oda menni. Menj. Ez volt egy... Jó franc! Be lehet menni valahol? Itt egy... Bejárat. Valahol. Eltűnt? Már? Basszus. Eltűnt. Francba. Érdekes volt. Maradjunk a szélrányiba. Jó, megyünk Szolomonhoz akkor. Illetve egyébként... aki a GTA sorozatot szereti... És esetleg úgy gondolja... lehet, hogy... elkezdem a... Mafia 3-ot videóban. Na. Lehet, hogy videóban elkezdem a Mafia 3-ot. Hoppá. Jó, ezt a kocsit szépen elviszük. Szóval a Mafia 3-at akkor lehet elkezdeni, és kijátszanám. Talán, nem biztos. Videók... Hoppá. Valós. Videók nem tudom, hogy mennyire lennének ott is hosszúak, meg milyen rendszeressége lennének, meg stb. Viszont... Elkezdem legelején. Egy pár rész tudja, hogy lesz. Hogy titeket ki kéne nyírni? Szerakadok én akkor itt. Melyik volt a... Ja, ez volt a nagyobb szájú. Na, késed. Úgy. Jó van, meg vagyunk. Csak hogy tuti legyen. Ugye, biztosra kell menni mindig. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs, rum runner. But speaking of accidents, those guys,
had one. Oh, if only we ez elég rövid volt. Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Jó, most egyébként is ide kéne visszajönni. Yeah, of course, I'll be right over. Valamit akar nekünk mutatni. Mivel nincs másik küldetés, elfogadtuk. Come in! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Hát meghívtak minket is a... Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Businessbe. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Átrakták a kocsit a izéba? Mozgássérültbe? Nem is itt álltam meg. A harmadikban, hogy nem, negyedik. Na mindegy. A küldetések terén pedig nem igazán változott a dolog. Úgyhogy, amíg esetleg bármi történik, addig... Na, Feeves és Franklin, elmegyünk a fegyverüzletbe. Ja, ne, Svált, nem jó. Fegyvert akartam venni. Nincs túl sok fegyverünk az a helyzet. Aha, most szerezzük meg a tervrajzokat. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Yeah, thanks a lot. Site inspection! Architect on site. Csávot kéne elkapni és elvenni tőle, gondolom, azt a táskát. Anything we need to be worried about? The only thing we're worried about is you changing the plans again. There's always scope for improvement. Always is. Bár nem vágom, hogy a csávónál miért van itt a... az FIB épület terv rajza. Bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, no drama. It's a government contract. We'll be paid until completion. I ain't taking a fall for this screw up. De egy tipre gondolom ez is valami hasonló épület lehet. Except the government. Ugye egyébként jó lenne, hogyha frissítések által változna a város valamennyit. Tehát az ilyen építkezési területek tényleg valamennyit változnának. Oh, look, it's the great RT. Study him and study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plan. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. De egyáltalán nem tűnik fel senkinek, hogy farmerbe, inkbe, meg itt ilyen tök utcai cuccba mászkálok. Senki sem érdekel. Nincs egy. Jó van, azt hiszem ez gyorsan megoldottuk.
Semmi zaj. Egyébként le akartam sokkolózni, csak... De kint vagy nincs nálunk ilyesmi. Nehézkes lett volna a dolog. Jó. Hol volt a kocsi? Ott. Csak hogy akkor már gyorsan hagyjuk itt a helyet, mert... Akármikor utánunk jöhetnek. Azt pedig ugye nem szeretnénk. Jó. Nos... Egyébként az is lehet, hogy egy ugyanolyan épületet akarnak ide is építeni, és amiatt van nála a tervrajz. Na mindegy, nem számít. Most visszaviszük Lesterhez tervrajzot. Így mi? Érdekesen rendezte be egyébként a helyet. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, és akkor most készítjük elő a dolgot. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, Megint csak két opció van. Ahogy elnézem, ott van egy tűzoltó. Ekkorikázva. We hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems. Szóval vagy felgyújtjuk az egészet a francba, oda megyünk tűzoltóként, és bemegyünk. Vagy... If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire. Szóval bemegyünk, mint takarító, lerakunk egy bombát, kijövünk, felrobban, visszamegyünk tűzoltóautóval, mert hogy kigyulladt a hely, felmegyünk tűzoltóként, elviszünk mindent, ami kell, aztán elmegyünk, és ez mindezt este, amikor nincs ott senki. You fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to... Második eset pedig, hogy... We keep the change. So, what's it gonna be? A második terv pedig az, hogy fentről megyünk be. Egy törnyővel is úgy mondhatni belapakadunk. Úgyhogy én a Fire Crew-ra szavazok. Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high rise with them, so consider that. Kell egy pár ember, úgyhogy a Gustavo Motát megtartjuk. I ain't changing that now. Mellé. Well, should be okay. Vash. He's got a few scores left in him. This is a protected federal building. Are you absolutely sure this is how you want to take it? Ja, tutti, így. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright. Jó, van akkor. Így fogjuk majd megcsinálni. I'm still looking into that union depository. És akkor most már tényleg előkészítjük a dolgokat.
but I don't know if we can do it without you. Már eddig még csak egy-két kisebb intézkedésünk volt. As long as he can't do it without us. Okay. Nos, akkor most, hogyha meg kéne tippelnem, akkor azt mondanám, hogy nagyjából egy olyan 6-7 rész van még hátra nagyjából a sorozatból. Úgy tipre. Úgyhogy... úgyhogy még bőven van mit csinálni. Azt a 6 hetet egyébként úgy gondolom, hogy... lesz abban... Jó, megyünk. Na, szóval... az a lényeg, hogy... hosszabb részeket tervezek mostantól. Úgyhogy... ennek a videónak most itt szakad vég, és a következő videó is viszonylag sok mindent fog tartalmazni. Úgyhogy... most megyünk Tracynek segíteni, viszont ezt már csak a következő epizódban láthatjátok. Addig is. Sziasztok!